időt, és ebből már érteni kell a belsőknek, hogy mi következik. Az ellenfél tér feléhez közel. Na most kellene kihasználni ezt a lehetőséget. Huszti, kinn a kapus a kapujába, és benne a labda a kapuban. 3-2-re vezetünk. Hát ha ezt mi kaptuk volna, azt mondtam volna, hogy óriási kapus hiba, így viszont azt mondom, hogy Huszti Szabolcs sem megoldotta meg ezt a szituációt. Kihasználta azt, hogy hibázott az izlandi kapus. Teljesen eltolódott. Ez még jó lehet, Huszti le tudja venni a 16-osnál, Huszti még, beemeli középre, van érkező a másik oldalon, és vezet Magyarország 1-0-ra, Gera Zoltán a gólszerző. Na ez igen! Az osztrákok többen csak... Na nézzük akkor a büntetőt, és vezetünk, Huszti lőtte be, 1-0 Magyarországnak. No, és akkor most lehet megnyugodni. 1-0-ra vezet... Szerencsére hozzá! Siklu lementése után, Huszti beadása, Torgelle! Ott van az egyenlítő gól! 12... Jön a szöglet, és gól! Ez az, Gera! Megvan a vezetés, 1-0 ezzel! Lehetett ére... ...a helyzetet, Huszti, rúgja a szabadrugást. 59. perc, nem beszéltelen gól! Maradt a magyar csatára, Huszti. Lala csapta be, megvan a vezetés! Egyenlítettünk! Egyenlítettünk! Huszti góljával!